Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Vasari Galéria Magyar Kortárs Top 10 című kiállításán, melynek kurátora Beke László művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetemnek a tanára, akinek az ötlete alapján készült ez a kiállítás. A koncepció kiinduló pontja egy 5 éven keresztül áthúzódó játékos projekt, melyben a tanár úr az első éves kurátor, illetve művészetelmélet szakos hallgatóknak feltett kérdés alapján állította össze azt a 10-es névsort, amiből aztán a kiállítás anyaga lett. A 10 legművészt kellett megnevezniük a hallgatóknak, és ezt fölírni egy lapra. De hogy pontosan mi is az a leg, és miben leg, illetve miben top ez a 10 művész, az részben egy picit titokban is marad, ugyanakkor összeállíthatunk magunknak azért egy képet erről a fejünkben. Top 10, ez úgy hangzik, mint egy slágerlista, vagy mint egy bestseller lista, vagy akármilyen lista, amiket most össze szoktak állítani az élet különböző szakterületeiről. És a 70-es évek óta ez már a képzőművészetben is meglehetősen közkedvelt elfoglaltság, hogy a legbefolyásosabb, legdrágább, legnagyobb hatású művészeket, vagy művészettörténészeket különböző listákba rendezik. Már a Műértő című folyóiratban is évek óta megjelenik a Power 50, azaz a legerősebb, legbefolyásosabb 50 szereplője a kortárs művészeti szcénának. Hogy ezek a listák mennyire validak és mennyire tükrözik a valóságot, arról érdemes lenne nyilvánvalóan vitatkozni, de az biztos, hogy az ismertség, a siker és a befolyás, illetve az elért eredmények bizonyos szempontból mérhetőek, miközben a teljesítmény nagyon nehezen mérhető, legalábbis Barabási Albert László a Képlet című könyvében a tárgyaltak alapján. Ő ugyanis azt mondja, hogy a siker az ugyan az mérhető, viszont végtelen, tehát nincsen felső határa, miközben a teljesítmény azonban nem mérhető, legalábbis a képzőművészet területén. Nyilvánvalóan vitatkozni fogok, hiszen azt gondolom, hogy a teljesítmény az az első, illetve leginkább a nulladik lépcső ahhoz, hogy az ember egyáltalán bekerüljön ebbe a szcénába, akár csak a borok esetében. Bizonyos színvonal alatt ugyanis nem lehet bekerülni egy-egy borversenyre. Természetesen nagyon nehéz a művészetet összehasonlítani bármilyen más kereskedelmi alapokon nyugvó termékkel. Ugyanakkor érdekes felvetni azt a kérdést, hogy kik a legismertebb, legbefolyásosabb, legdrágább, legtöbb kiállítással rendelkező, legtöbb publikációval rendelkező művészek, hiszen ezek az adatok bizonyára tükröznek valamit abból, hogy egy-egy művész, hogy mennyire van beágyazódva a társadalomba, illetve mekkora a hatása, amit kifejt. Fontos azonban hangsúlyoznunk, hogy ez a lista első éves egyetemi hallgatók tollából származik, tehát nem reprezentálja a társadalom teljességét. Első alkotónk Birkás Ákos, akinek két különböző periódusából láthatunk itt műveket. Meglepően különböznek egymástól ezek a stílusok, hiszen az egyik egy teljesen figuratív, fotóalapú, nagyméretű, színes, harsány képi világgal rendelkező festészet, míg a másik egy sokkal visszafogottabb, kisebb méretű, absztrakt, illetve a gesztusokra, illetve a geometriára alapuló alkotói módszert tükröz, amely a 80-as évekre volt jellemző, illetve pontosabban 1986 és 99 közötti időszakára volt jellemző Birkás Ákosnak. De talán kezdjünk először azokkal a nagyméretű színes képekkel, amelyeket a bal oldalon láthatunk. Birkás tudatosan fordult a 2000-es évek elején a digitális fotók, illetve az amatőr képek, a snapshotok világa felé, valamint reflektál a filmek és a médiából ránk zúduló képáradatra is. Nem véletlen tehát a formátum, a nagyméret, a színek intenzitása és az a látszólagos véletlenszerűség, ami a képekről árad. Ez a médium tudatos festészet, ami reflektál arra a változásra, ami végbe ment az elmúlt 15-20 évben
a képfogyasztási és a képnézési szokásainkban, és amelynek nagyon nagy köze volt ahhoz, hogy az analóg technikáról digitálisra váltottunk, az, hogy a valóságnak a leképezése az manipulálhatóbbá vált, illetve az, hogy az egész valóságot egyfajta virtuális világban éljük meg, ahol a képeknek az ereje az ugyan megmarad, de sokkal kevésbé tudatosul bennünk, hiszen sokkal nagyobb számú képet nézünk végig, sokkal több kép fut át a szemünk előtt, és sokkal több olyan képet látunk, ami nem tudatosul bennünk. A művész tehát ezeket a tudatlanul vagy öntudatlanul mégiscsak rajtunk átmenő képeket tudatosítja, azáltal, hogy átülteti őket a festészet médiumába. Ezzel a gesztussal pedig azt éri el, hogy az egyébként nagyon rövid életű és nagyon hamar elillanó képek az örökké valóságnak szánt műtárgyakká nem esednek, miközben talán egy picivel jobban tudatosulnak is. Minden esetre nagyon furcsa ezeket a képeket a 80-as, 90-es évek képei mellett látni, hiszen olyan érzésünk van, mintha a két korszak nem is egy alkotóhoz kötődne, akkora a váltás a képek között. A bravúrosan megfestett fotorealisztikus képek azonban sokkal többek, mint egy-egy snapshotnak a festészet médiumába való átültetése, hiszen Birkás nem jelöli meg sem a helyszínt, sem az időpontot azzal kapcsolatban, hogy hol járunk, ugyanakkor mégiscsak kidolgoz valami fajta ikonográfiát, ami alapján nagyon jól beazonosítható a korunk, illetve az a média, a háttérzaj, amiben élünk, és ami alapján nagyon is jól lehet egy-egy konfliktus zónát, vagy háborús övezetet azonosítani, illetve beugranak nekünk olyan képek a közelmúltból, amelyek velünk vagy körülöttünk történtek meg. Az utca című 2005-ös nagyméretű állóképnek a képsíkja nagyon jól láthatóan két különböző részre tagolódik, ami elég jól elválik egymástól, nem csak a nézőpontjának a különbözősége miatt, hanem a festés módjának, illetve a hangulatának köszönhetően is. Az alsó képrészben embereket láthatunk, ismerős arcokat, akik a mai magyar valóságból, illetve Birkás Ákos környezetéből lépnek elő, jókedélyű, grimaszoló, nevető, velünk szemkontaktus felvevő arcokról van szó, kidolgozottságuk nagyon is fotorealisztikus, és van bennük valami nagyon erőteljes szimpátia, illetve kommunikációra való készség, minthogyha fel akarnák velünk venni a kapcsolatot. Ez úgy néz ki, hogy a mi világunk, amely felett, mintha tükröződne egy egészen másik világ, aminek azonban nagyon kevés kapcsolata van a mi világunkkal, ezt erősíti fel a festés módja is, illetve a tükröződéshez vagy déli bábhoz hasonlatos ábrázolása. Egyébként felismerhetően egy nem európai öltözetű embernek a perspektívikus rövidülésben való ábrázolása egy olyan utcában, ahol látható a romok, szeméthegyek, vagy valami fajta pusztításnak az emlékei láthatók. Ennek a szomorú jelenetnek a hatás azonban nem érződik a mi világunkban, inkább olyan, mintha valami fajta háttérzajként beszűrődő képi inger lenne, amiről ugyan tudunk, de valójában tudomást venni nem akarunk, sőt, belehelyezkedni sem akarunk azoknak az embereknek az életébe, akikről hírt adnak ezek a képek. Így ez a kép a valóság megkettőződéséről is szól. A valóságról, amelyben fizikailag létezünk, és arról a metavalóságról, amiben pedig virtuálisan létezünk, és ugyan tudatunk részévé válik, de életünkben igazából nem tud belépni. Visszatérve a 80-as évek sorozatára, a fejek sorozatra, egy egészen másfajta festőiséget látunk. Több mint 200 ilyen alkotást készített Birkás Ákos ez alatt a 15 év alatt, amelyben az emberi arc, az emberi fej, az emberi arc absztrakciója foglalkoztatta. Ez a forma azonban nagyon sok lehetőséget, asszociációt kelthet, hiszen eszünkbe juthat róla a mag, az ősejt vagy egy galaxis, de az ikonfestészet Krisztus arca vagy szent arcábrázolásai is, amivel egyébként közös vonást mutat Birkásnak a munkamódszere, miszerint mindig ugyanahoz a témához tér vissza, és ugyanazt a témát festi meg aszketikus monotonitással, és így kiaknázza azokat a lehetőségeket, amik ebben a formában rejlenek.
A különböző méretek, a különböző kompozíciók ez alatt a 15 év alatt olyan mértékben kiforrottak, hogy a 2000-es évek elején Birkás úgy érezte, hogy ettől a formától el kell lépnie, tovább kell lépnie. Amíg azonban idáig eljutott, számos különböző stádiumon ment keresztül, mind a kompozíció méreteit, mind a színeit, mind a technikáit tekintve. A fejformát diptihonná alakítva ketté vágta, és a két vásznat egymáson elcsúsztatva egymásra tolta, így a titkot is részévé tette az alkotásnak, azaz a megismerésünk határait és megismerésünk korlátait is becsempészte a műalkotás jelentés rétegei közé. Következő alkotónk Maurer Dóra, aki talán a leghíresebb, legbefolyásosabb képzőművészünk, nemzetközi szintéren is ismert, hiszen a Tate Modernben most látható önálló kiállítása, ami egyet jelent a kanonizációval, illetve a nemzetközi vérkeringésbe való bekerüléssel is, hiszen több galéria és aukciós ház is foglalkozik a műveinek az értékesítésével, ami egyet jelent azzal, hogy közgyűjteményekbe és magángyűjteményekbe is bekerülnek a képei. Itt látható munkái egy alkotói dokumentáció, amely bepillantást enged Maurer Dóra a művészi alkotói folyamatába, azokba a vázlatokba és jegyzetekbe, amelyek megelőzik egy-egy műalkotásnak a születését. Ez egy olyan teoretikus, konceptuális alkotó esetében, mint Maurer, nagyon fontos, hiszen láthatjuk azokat a gondolati, művészetfilozófiai, illetve matematikai kérdéseket, amelyeket ő körbejár művészetében. Tehát azokat az eszméket, vagy a gondolatokat, amelyek vizuálisan formát nyernek egy-egy műalkotásban. Ez a 24 lap, amelyet itt láthatunk, dokumentálja annak a műnek a születését, amelyet pedig kiállítva láthatunk mellette. Ez El Greco-nak a Szent Család című képe, melyet a Szépművészeti Múzeum őriz, és erre készített Maurer Dóra egy olyan választ, egy olyan omást, amely részben a Greco színei, részben annak kompozíciói és erővonalai segítségével hoz létre egy barokk festészettől igencsak távol eső konstruktív kompozíciót, ami valójában nem is festmény, hanem sokkal inkább valamiféle térbeli relief vagy obzsé, amely Maurer Dóra kézjegyét nagyon erősen magán hordozza, tehát egyfajta újragondolása annak a barokk képnek, amelyet biztos sokan ismernek. Maurer egyébként a festészetnek a médiumát nagyon szabadon értelmezi, és nagyon szabadon alakítja, hiszen formázott vásznaival, illetve obzsészerű kompozícióival gyakran lépi át a festészet műfaját. Mindazonáltal nem törekszik erre tudatosan, hanem sokkal inkább a valóságot próbálja meg visszaadni ezeken a műtárgyakon, amelyeknél sokkal fontosabb a gondolatiság és a gondolatisághoz választott médium, illetve az a forma, amelyet végül a gondolat nyer, semmint maga a műfaj. Nála a tanítói praxisnak is kifejezetten fontos szerepe van, hiszen egész életpályája során folyamatosan tanított különböző helyeken, különböző médiumokat, és ebből merített újabb és újabb impulzusokat, illetve a kísérletezés és a kísérletező kedvnek a visszatérése a műalkotásokon is egy nagyon fontos mozzanat, hiszen nagyon sok esetben ő maga sem tudja, hogy mi lesz a végeredménye egy-egy gondolatkísérletnek, vagy egy-egy szekvenciának. A tavaly 80. életévét betöltött Bak Imrének a termében folytatjuk a tárlatvezetést. Bak tagja volt annak az iparterv generációnak, akik meghatározták a 60-as évek végi, 70-es évek elejé művészetet Magyarországon, és amely csoport valójában nem is volt csoport, hanem mindössze két kiállításon találkoztak, illetve sokan közülük később is együtt maradtak és alkottak. Közéjük tartozik Hence Tamás, Lakner László, Konkoly Gyula, Molnár Sándor, Keser Ilona, Frey Krisztián és Tóth Endre is, akikről aztán a későbbiekben majd lesz még szó ezen a kiállításon.
Bak Imréről fontos megemlíteni, hogy a Zuglói Kör, amelyet Molnár Sándor szervezett, és Molnár Sándor lakásán működött az 50-es évek végétől a 60-as éveken át, 60-as évek végéig. Tehát ehhez a Zuglói Körhöz is tartozott Bak Imre, ahova rendszeresen jártak beszélgetni, illetve olyan művészettörténeti, művészetelméleti tanulmányokat olvasni és azokról beszélgetni, amelyeket a Magyar Képzőművészeti Főiskolán nem lehetett elérni, illetve nem voltak a tanítási anyag részei. Innen indult el Bak Imrének az érdeklődése azok iránt, a nyugati művészeti irányzatok iránt, amelyek aztán később meghatározták a festészetét is, eleinte a tasizmus, aztán később a hard edge, illetve a minimalizmus. Fontos megemlíteni, hogy Bak életét is végigkísérte az oktatás, illetve a művészetnek a demokratizálására tett kísérletek. Eleinte a Népművelési Intézetben, majd a Pesti Műhelyben is aktív szerepet vállalt, ahol a szitanyomatok médiumán keresztül próbálták meg Fajó Jánossal és más művészekkel együtt bemutatni, illetve népszerűsíteni a festészetnek a legújabb vívmányait, amelyeket ők maguk is képviseltek festészetükben. Majd a budapesti vagy pesti műhely szitanyomatai által próbálták meg ezeket aztán szélesebb körökhöz is eljuttatni. Bak Imrére ebben az időszakban, tehát a 60-as években leginkább az amerikai hard edge painting volt nagyon nagy hatással, amely tiszta színeivel és éles határvonalaival nagyon erőteljesen képviselte azt a látásmódot, amely főként a reklámgrafikából, illetve a nagyméretű reklámok ipari festékeinek színeiből építkezett, és ezt a típusú festészetet sajátságosan közép-európai, illetve magyar motívumokkal töltötte meg. Itt természetesen ne főként népi motívumokra gondoljunk, hanem inkább olyan egyetemes, atavisztikus szimbólumokra, illetve motívumokra, amelyekből aztán ő maga saját szimbólumrendszert, illetve egy teljesen sajátságos idiomarendszert teremtett. A művész itt látható nagyméretű vásznai, az utóbbi néhány évben készültek, és megint csak egy új korszaknak a tanúbizonyságai, hiszen Bak korábbi korszakaitól eltérően itt nem a látvány absztrakciójából indul ki, hanem inkább valami fajta eszenciális, valami fajta lényegi, szubstanciális minőséget próbál megragadni a képeken. Az egységes szalag formák, amelyek egyszerre lezárják, és megszakadásukkal ugyanakkor nyitottá is teszik a képmezőt, különbözőféle terekben értelmeződnek. A színharmóniák, illetve a színkontrasztok is sajátságos térhatást eredményeznek, és egyfajta paradox térbeliséget éreztetnek a szemlélővel. Ez a fajta színfestészet Bak Imre életművében nagyon fontos szerepet játszik, hiszen homogén tiszta színfelületek egymás mellé festésével hoz létre olyan illuzorikus térképzetet, ami a színek sajátos egymás mellé rendezéséből hoz létre, vagy generál az elménkben valami fajta térbeliséget. Ezek a szalagok, amelyek körbeveszik a képterét, néhol felbomlanak, néhol pedig megnyílnak. És ezzel bizonyos szempontból csatlakoznak az opártnak a szemfényvesztéséhez, de összekapcsolhatók azokkal az ősi motívumokkal, amelyeket például a görög művészet is ismert már, mint például a meander motívum, vagy a Möbius szalag, hiszen ezek az egymásba és önmagukba forduló szalagok itt ugyan geometrizálva, de mégiscsak jól felismerhetően megjelennek. Ezeken a legújabb képeken Bak Imre már visszakanyarodik saját szimbólumrendszeréhez, illetve a saját formavilágához is, és abból is idéz folyamatosan. Ugyanakkor megtartja azt a fajta referencialitást is, amely végigkísérte korábbi korszakait is, és nem titkoltan utal a művészet történetének más korszakaira. Így játszik egyszerre a látványvilág abstrakciójával, az abstrakció abstrakciójával, és tulajdonképpen a folyamatos
referencialitással is. Ezek a képek hordoznak valami fajta ridegséget, valami fajta elidegenedettséget, az embernek a hiányát is, miközben van bennük valami rettentően személyes is, hiszen olyan belső és külső terek egymásra nyílásáról szólnak, amelyek mintha ablakokon keresztül játszanák át egymásba a belső és a külső történéseket, és ezáltal összekötnek a világokat. Ürességük által ugyanakkor nagyon aktuálissá válnak a mai helyzetben, hiszen megidézik azt a fajta üres, kihalt utcaképet, azt a városi ürességet, amely most mindannyiunk számára meglehetősen ismerősként köszön vissza most ezekről a festményekről is. Gálik András és Havas Bálint művész csoportja a Kis Varsó a 90-es évek közepén indult, és főként olyan a múltra, a kulturális és kollektív emlékezetre reflektáló műveket hoznak létre, amelyek korábbi már létező köztéri vagy múzeumi művekre reflektálnak, illetve olyan installatív szobrokat, installációkat hoznak létre, amelyek a művészet és a politika egymásra hatásának kérdéseit vizsgálják. Műveik sokszor ironikusak, illetve olyan kérdéseket feszegetnek, amelyekre nem adhatóak egyértelmű válaszok, sokkal inkább párhuzamos narratívák, illetve értelmezések egymás mellettiségét próbálják meg bemutatni. Ezek a művek a valóság abszurditását, illetve azokat a paradox helyzeteket modellezik, amelyeket nem lehet feloldani önmagában az embernek. Így többféle olvasatot is felkínálnak a befogadó számára. Itt kiállított műveik főként a determinációról szólnak, illetve arról a meghatározottságról, amely mindannyiunk számára adottságként értelmeződik, és amely bizonyos szempontból keretek közé szorít bennünket. Így a globuszt egy olyan láncokból felállított koordinátarendszer, illetve szélességi és hosszúsági fokokból álló rendszer képviseli, ami nyilvánvalóvá teszi azt a helyzetet, amelyben mi be vagyunk zárva egy világba, aminek a kötelékei és amelynek az alapvetései mindannyiunk számára érvényesek kell, hogy maradjanak. Ugyanakkor ez a globusz transzparens is, tehát átlátszó, ami ezt a térformát egyszerre teszi ketreccé, és utal a Földnek a formájára. Hogyha mögé állunk, akkor pont arra a falra látunk rá, ami szintén egy bizonyos szempontból mindannyiunkra érvényes törvényszerűséget mutat be a halál és a születés koordinátorrendszerében. Az Y és az X tengelyek mentén felvázolt lehetőségeink, tehát korlátozottak születésünktől a halálunkig, a jó, kellemes vagy vagány lehetőségétől egészen az elrontott, rossz vagy a kellemetlen shit helyzetig bezárólag, és tetszőlegesen rajzolhatjuk fel erre a görbére képzeletben azt a függvényt, ami a saját életünknek egyfajta görbéje lehet, ami vizualizálja azt a pályát, amit bejárunk ebben a meglehetősen meghatározott koordinátorrendszerben. Így a két munka egymáson áthatva, vagy egymásra vetítve még inkább azt az érzetet kelti bennünk, hogy egy olyan világban élünk, ahol a lehetőségeink korlátozottak, a körülményeink viszont meglehetősen determináltak, és ezek között kell valahogy élnünk. Ebben az egészben természetesen van egy nagyon erőteljes, groteszk látásmód, egy önirónia is, ami a művésznek az árszpoétikája, vagy a művészeknek az árszpoétikájaként is olvasható. Miközben az egésznek van valami fajta street art jellege is, mint hogyha egy falfirka előtt állnánk, amit valaki, egy ismeretlen művész hagyott egy tűzfalon, és ami egy látszólag banális igazságot vizualizál, mégis valami fajta
vitriolos iróniával fűszerezve. A felső szintre indulva a falakra felragasztva láthatjuk azokat a cetliket, amelyeket Beke tanár úr diákjai írtak, és amelyeken azok a nevek szerepelnek, akiket az egyes hallgatók ebbe a top 10-es listába ajánlottak, illetve akiket összeírtak. Itt látható, hogy milyen nagy volt az a merítés, mivel a kurátor dolgozhatott a kiállítás összeállításakor. Az emeleti első teremben Bukta Imre és Fehér László művei kaptak helyet. Először Bukta Imre képeivel szeretnék foglalkozni. A művész 1952-ben született és autodidaktaként került be abba a szcénába, amelyben az ő művészete egyébként totálisan idegennek, sőt majdhogynem exkluzívnak számított, bár a Vajda Lajos stúdión keresztül ő találkozhatott már olyan művészekkel, akik úgymond kívülálltak a mainstreamen, és egy teljes outsider hozzáállásból kerültek aztán be a 90-es évekbe a mainstreambe. Bukta egyébként saját művészetét mezőgazdasági művészetnek titulálja, illetve titulálta, és ezzel egy olyan teljesen újfajta látásmódot honosított meg a kortárs képzőművészetbe, amivel gyakorlatilag azóta is majdhogy nem teljesen egyedül van. Mezőszemeréi lakosként maga is ebben a világban nőtt fel, és ezt a világot tárja elénk egy olyan kritikai látásmóddal, ami mindenféle pátosztól, heroizálástól, vagy idealizálástól, nemhogy romantizálástól mentes, sokkal inkább egy leíró, kissé ironizáló és egy kicsit keserű hangnemmel beszél arról a világról, ami a paraszti életformából kinőve a modernizáción és a szocialista TSS-ítésen átesve egy nagyon furcsa hibrid jelenséggé vált, és vizualitásával szinte egzotikusnak tűnik abból az urbánus szemléletmódból, ahonnan leggyakrabban szemléljük ezeket az installációkat, fotókat, illetve festményeket. Korai alkotásai főként fotók, szcenírozott fotók, installációk, illetve performanszokból állt, amelyek máig is hatnak festészetében. Vizuális nyelve épp annyira tükrözi mind anyaghasználatában, mind technikájában azt a világot, amelyről beszél, mint ahogy Barkács szemlélete is ezt a világot tükrözi, így a technika, az anyaghasználat és a tartalom harmonikus egységgé áll össze a képeiben és az installációiban is. Bukta ennek megfelelően nagyon szívesen használ újra hasznosított, illetve talált tárgyakat, illetve applikál olyan szokatlan anyagokat a festményeinek a felületébe vagy hordozójába, amelyeket szokatlannak, sőt olykor teljesen abszurdnak is érezhetünk, mint például a hungarocell, vagy a gyufaszálak, vagy különböző gombokfa applikációk. Egy-egy képén belül a különböző festészet és grafikai technikák is tetszőlegesen váltják egymást. Ez is egyfajta kollásszerűséget, egyfajta asszamblásszerűséget kölcsönöz a műveinek, amelyek így formailag is a Barkács jelleget, a buherálást és azt a fajta házi sufni tuning érzést hordozzák, amely visszautal a tartalmukra is. Festői látásmódjában megmarad valami fajta naivitás, valami fajta vázlatszerűség, amelynek szemlélése során nagyon gyakran érezzük a befejezetlenséget, vagy azt a félbehagyottságot, ami sokszor érezhető egyébként is ezekben az enteriőrökben, ezekben a környezetekben. Az összenem illő technikák, az összenem illő vizuális világok mégis jól megférnek egy képen egymás mellett, hiszen híven tükrözik azt a világot, amelyben szintén
gyakran egymástól korban vagy kultúrában távol eső világok találkoznak. Kiemelném az István király című 2012-es képet, ahol a kollásszerűség nagyon plasztikusan megfigyelhető. A figurának a tetoválásán vagy az arcán, illetve a háttérben megjelenő növényi ornamentikává változó természeti idézet más és más festésmódokat tükröz, miközben az előtérben elhelyezkedő köcsögöket szárító fa játékos keresgélő díszítő firkálgató rajzban születik meg. A jelenet abszurditását főként azok az egymással nem harmonizáló vizuális jelek adják, mint a tetováláson megjelenő keresztény szentábrázolás Szent Istvánja, vagy a ránk visszatekintő kopasz agresszív figurának a tekintete, de ide sorolható az a tipikusan kispolgári háztartásokra jellemző pohártípus, amiben a népi edényekből fakadó vagy kifolyó bor ömlik, és ez a kép nem titkolja a keresztény ikonográfiával való szoros rokonságot. A génmódosított kukoricacsövet tartó idős hölgy is egy nagyon groteszk kép, amelyben minimum két világ találkozik. Egyrészt a paraszti társadalom már-már letűnő kultúrája, másrészt a génmódosított élelmiszereknek és az élelmiszeriparnak a globalizált világa, amely így egy nem létező, de mégis elképzelhető jelenetet mutat be, amely egyszerre groteszk és kiábrándító, ironikus és kritikus. Groteszk látásmódja és barkács szemlélete ellenére buktaképeinek mégis megvan az esztétikája, amely ezt a világot hitelesen és a szépségeit sem eltitkolva mutatja be, megőrizve és újraalkotva azt a festészeti hagyományt, amelyre támaszkodik. Fehér László képeivel folytatjuk a tárlatvezetést, amelyek egy térbe kaptak helyet Bukta Imre képeivel, és bizonyos szempontból ellenpontozzák is azokat, hiszen az a fajta szociográfikus látásmód, ami Bukta festészetét jellemzi, melyben a vidéki élet vizualitását és azoknak a jeleneteit örökíti meg, ezzel szemben Fehér sokkal jobban izgatják azok az egzisztenciális kérdések, amelyeket képeiben tárgyal, és amelyek meghatározzák az egyénnek a környezetét, amiben mozogni és élni kényszerül. Festésmódjában is nagyon erőteljesen különbözik Buktától, akinél az autodidakta, kissé naív festésmód volt a jellemző, míg Fehér a hiperrealizmustól indulva jut el egy olyan stilizált hiperrealista és pop art elemeket ötvöző festészetig, amelyben nagyon személyesen, mégis távolságtartóan tud beszélni a múltról, az érzékelésről, és a jelenben megjelenő múltról, amely olykor nosztalgikus, máskor tárgyilagos, megint máskor pedig ironikus olvasatokat tesz lehetővé. Fehér festészetének távolságtartása, olykor ridegsége, tárgyilagossága, azokban a festői eszközökben ragadható meg leginkább, amelyek talán festészetének védjegyévé is váltak. Ilyenek a tükröződő felületek, vagy a nagy egységes színmezők, a redukált színhasználat, a monokrom figurák, vagy a stilizált formák. Felmerül a kérdés, hogy vonhatunk-e párhuzamot az Art Deco plakátok, vagy a pop art szitanyomatok, vagy akár a német újtárgyiasság, vagy Neue Sachlichkeit kietlen tájai és magányos figurái között. Egy azonban biztos, Fehér képein nem csak a személyek, nem csak az individuumok magányosodnak el, hanem a tárgyak is olyanok, mint a saját környezetükkel, csak látszólag tartanának fenn kapcsolatot, valójában ők maguk is homogén térbevetettségükkel egyedül maradnának. Ebben a rideg magányosságban jelennek meg Fehér László sziluettszerű, vagy sokszor csak körvonalakkal érzékeltetett szellemfigurái, akik egyszerre lehetnek az emlékképek kivetülései, vagy egy másik időség szereplői is. A különböző percepciók, tehát a hiperrealista tájak,
vagy épületek között megjelenő stilizált emberfigurák különböző párhuzamos olvasatokat tesznek lehetővé, ahol a szereplők jelen valósága valójában a szemlélőtől függ, hiszen jelen valóságuk olyan könnyed, olyan súlytalan, hogy bármikor arrébb fújhatja őket egy apró fuvallat. Fehér képein állandóan jelen van az a fajta díszletszerűség vagy kulisszaszerűség, ami a világot egy teljesen rideg színpaddá változtatja, ahol a szereplők tetszőlegesen felcserélhetők. Emiatt is van olyan érzésünk képei előtt állva, mintha a szereplők, akik ezeken a képeken megjelennek, nagyon erőteljesen determinálva lennének a környezetük által. Ezt erősíti az a szigorú szerkesztettség és az a szigorú szabályrendszer, amit Fehér László saját maga képein is nagy-nagy következetességgel képvisel, és amelyekhez ő maga is szigorúan tartja magát. Az itt látható nagyméretű Nemzedékek című képen, amely Fehér 2016-os képe, egy olyan jelenetet láthatunk, amiről mindannyiunknak a szocializmus mindennapjai juthatnak eszébe. Ez a rózsaszín háttér, illetve a gyerekeknek a rózsaszín sziluettjét kitöltő egységes, homogén festékhasználat a múlt megidézésének a színe Fehér Lászlónál, és nagyon gyakran előjön a fehérrel, illetve a feketével kombinálva. A munkásosztályt szimbolizáló mici sapkák és ezeknek a sziluettjei, mint egy rossz szoborkompozíció, vagy valami fajta szociál emlékmű magasodik a gyerekek alakjai fölé, és itt akár szó szerint is érthetjük a múlt árnyékát, hiszen ez az árnyék úgy vetül a gyerekekre, amely egy életre elegendő szorongást tartogat számukra. A méretbeli különbségek a gyerekek és a mögöttük álló felnőttek között is szívszorító és torokszorító, olyan, mintha egy emberekből álló nagy fekete fal magasodna mögöttük. A bizonytalanul egymásba kapaszkodó gyerekek gyanakvóan tekintenek a jövőbe, és sajnos a mai néző sem mondhat számukra semmi bíztatót. Fehér képei egyszerre ismerősek és idegenek, egyszerre távolságtartók és nagyon személyesek. Szűcs Attilával folytatjuk a tárlatvezetést, aki egy egész termet kapott a Vasari galériában. Ráadásul ez a terem egészen másként van megvilágítva, mint a többiek, hiszen egyfajta félhomályos állapot van. Ez azért volt szükséges, hiszen Szűcs Attilának nem csak festményei, hanem egy lightboxa is ki van állítva ebben a térben. A művész ahhoz a középgenerációhoz tartozik, akiknek sikerült nem csak Magyarországon, de külföldön is jelentős karriert befutni. Számos külföldi önálló és csoportos kiállításon vett részt, illetve a Sotheby's aukciós ház is aukcionálta műveit, amelyeket magas áron vásároltak meg. És a Ludwig Múzeumban is 4 évvel ezelőtt egy önálló monografikus kiállítása volt. Az új festészetnek, vagy a fúziós festészetnek az egyik protagonistája, akinek a festészetére a miszticizmus, a szürrealizmus és egy olyan festőiség jellemző, amelyben a valóság és az elképzelt, az imaginárius terek és emberek összecsúsznak. Fontos számára a festészet anyagszerűsége, a matéria, amellyel folyamatosan küzd, amelynek a látványát is megőrzi a festményein, sőt a festés folyamatát is érdekes megfigyelni, hiszen nagyon sok esetben a keresgéléseket, a rontásokat, illetve az olyan spontán megnyilvánulásokat, amelyek a festés közben, a munka közben esnek meg vele, ezeket is látni engedi, és nem akarja elrejteni. Ezt egyébként ő maga is elmondta több interjúban is, hogy számára az alkotói folyamatban a hibának, illetve a spontaneitásnak, a tudatosság feladásának nagyon-nagyon fontos kompozíciós funkciója van, hiszen amikor ő elkezd egy festményt festeni, akkor nem minden esetben tudja azt, hogy ez a festmény hova fog kikötni, mi fog belőle születni. Inkább úgy tudjuk ezt elképzelni, hogy van valami fajta elképzelése arról, hogy mit szeretne látni a vásznon, de ez a festés folyamata közben sokszor átíródik. Ő maga is magát inkább médiumnak, egyfajta közvetítőnek gondolja, aki a vászon megszületésében, a festmény megszületésében segítkezik. Szűcs Attila festészete egyfajta kortárs szürrealizmus. Szürrealizmus abban az értelemben,
hogy a képeken belül nincs tér-idő egység, a szabad asszociációk, a szabad képzelgések és a különböző arányrendszerek is akár egy-egy képen belül is megjelennek, rétegenként egymásba csúsztatva, vagy akár egy téren belül. Talán ennek lehet következménye az, hogy a tér sohasem konkrét, sohasincs perspektíva, sohasincs olyan viszonyítási pont, amihez viszonyítva meg tudnánk állapítani, hogy pontosan hol is járunk. A cselekmény sokkal inkább valami álomszerű térben, valamilyen meghatározhatatlan lebegésben zajlik. Képein gyakori jelenség a ragyogás. Mintha a tárgyaknak, mintha az alakoknak saját fényük lenne, vagy egy nagyon erős hátsó megvilágítást kapnának. Emiatt sokszor lehet az az érzésünk, hogy a figurák nem is valódi figurák, hanem inkább aurák, vagy ragyogó testek, vagy szellemlények, akik megjelennek, vagy eltűnnek épp olyan könnyedén, ahogy a fény közlekedik egy-egy térben. Így a jelenségek jelenésekké válnak, látomásokká, és az egésznek ez adja talán ezt a nagyon erőteljes, álomszerű hangulatot. Szűcs Attila festészete valójában glam painting, vagy ragyogó festészet, ami talán nem véletlen, hiszen ez a generáció az, akik a leginkább a glam rockot hallgatták, melynek jelentésében a bűbáj épp annyira benne van, mint Szűcs Attila képeiben a varázslat. A varázslat, ami abban rejlik, hogy a fény hozza létre a formákat. Képeiben nagyon fontos szerepet játszanak a történelmi utalások, az emlékezetre, illetve a látásra, mint megértésre utaló metaforák. A titok mégis mindig ott lappang a háttérben, a sötétből előbújó formák, ki tudja, hogy milyen háttérből lépnek elő, és mi rejlik még egy-egy réteg mögött, vagy akár a sötét, meghatározhatatlan tér mélyén. Bizonytalanságunkat még az is fokozza, hogy a kontúrok általában elmosódottak, a festék gyakorta elfolyik, így nem mindig lehet tisztán kivenni, hogy hol kezdődik valami és hol ér véget ebben a plazmaszerű ragyogásban. A figuratív és a non-figuratív vagy absztrakt festészet, a tudás és a sejtés egyszerre van jelen ezeken a képeken, amelyek hatása így még inkább emlékeztet minket világunk kettős természetére, melyben a teremtett dolgok és a teremtetlen fény együtt van jelen. Egyik szemünkkel a teremtett világot nézzük, míg másik szemünkkel a teremtetlen örökké valóságba tekintünk. Keserű Ilona képeihez érünk, aki az iparterv generációhoz tartozik, és szintén a 60-as években indította el festői karrierjét, miután elvégezte a képzőművészeti főiskolát és azokat a stúdiumokat, amelyek ebben az időben kötelezőek voltak minden festő számára. Ugyanakkor már 13 éves korától Martin Ferenc tanítványaként megismerkedett azokkal a franciás absztrakt irányzatokkal, amelyek Martin művészetére hatottak, és arra az erős kolorizmusra, ami aztán végigkísérte egész festői pályafutását, és máig is hat a művészetére. Ez a fajta kolorizmus abban az időben, amikor Keserű Ilona pályája elején volt, még szinte ismeretlen volt a magyar művészetben, legalábbis a hivatalos művészetoktatásban, de nagy szerencséjére római ösztöndíja és lengyelországi utazásai révén rátalált arra a festői világra, amelyet aztán a 60-as években és a 70-es évek folyamán is egyre jobban kimunkált, kiművelt. Kiemelnék néhány olyan motívumot, ami egy-egy korszakát meghatározta, hiszen ő is periódusokban, ciklusokban gondolkodott, egy-egy kérdést, egy-egy festői problémát szeretett körbejárni, és több helyről is megfesteni,
több nézőpontból szemügyre venni. Ilyen volt például a Gubanc motívum, amire már a 60-as években rátalált, és szinte végigkísérte egész pályáját, hiszen a Möbius szalagok, a gyűrések, a hajlítások és a szalag motívumban újra és újra visszatér ez a problematika. Eleinte monokróm, aztán később nagyon-nagyon színgazdag formában. Másik ilyen motívuma volt a balatonudvari temető sírköveinek formájából redukált szív vagy hullámmotívum, amely szintén a 70-es évekre jellemzően szitanyomatok formájában is megjelent, számos színvariánssal, valamint olyan reliefszerű vászondomborításokkal, ahol a kép már nem egy kétdimenziós felületet képvisel, hanem a hullám, illetve a domborítás és a vászonnak az anyagszerűsége igen fontos szerepet kap. Hasonlóan fontos volt számára a színtan, amely Goethe színtanának olvasása közben érintette meg, és amelyet empirikusan járt aztán körül, különböző tiszta és kevert színek skáláját egymás mögé, egymás mellé festve, és így talált rá egyébként arra a bőrszínre, amelyet festés közben a saját kezét figyelve vett észre, és vonta le azt a következtetést, hogy a bőrszín az minden más egyéb színnel harmonizál, minden szín mellett jól mutat, és ez nem véletlen. Foglalkozott még a látás természetével, és azzal a jelenséggel, amit retinális látásnak vagy utóképnek nevezünk, ami akkor következik be, hogyha az ember egy fénylő vagy egy nagyon erőteljes ragyogó szín szemlélése után behunja a szemét, majd a szín a retináján nyomot hagyva újra láthatóvá válik, csukott szemmel is számára, valamiféle derengő, ragyogó, mozgó színfoltként. Ezt a jelenséget is többször megjelenítette, mind szitanyomataiban, mind festményeiben. Képeiben a véletlenszerű és a szabályszerű egyesül, gyakran használ szabályos formákat, ismétlődéseket, szekvenciákat, ugyanakkor formaképzésére és komponálására mégiscsak jobban jellemző az organikus szemléletmód, ami a képeket szemlélve egy olyan érzést kelt a nézőben, minthogyha a formák ma önmaguktól képződtek volna egy természeti szabályszerűségnek engedelmeskedve. Keserű sokszor visszatér korábbi motívumaihoz, korábbi periódusaihoz, és egy-egy motívumot, vagy akár egy konkrét művet is beemelve egy másik képében gondol újra, egy monokrom kompozíciót színessé varázsolva, vagy fordítva, önmaga idézésével hoz létre újabb és újabb munkákat. Keserű Ilonával egy teremben kapott helyet Lakner László két nagyméretű vászna, melyek elsőre meglehetősen elütnek egymástól, de koncepciójában azonban a két képnek nagyon is sok köze van egymáshoz. Az Isapur ez egy olyan sorozatnak a része, amit a 80-as évek elején többször is megfestett Lakner László az emigrációban. Az egyik első magyar nyelvemléknek állítva ezzel mementót ezen a nagyméretű vásznon. A képfelülete leginkább egy fal szakaszra vagy egy fal részre emlékeztet, melyen több rétegben is nyomot hagytak már az utcaművészek. Az egyes rétegek egymást kitakarva, elfedve vagy újraírva tűnnek elő. Egy nagy porfelhőbe burkolózva a mögül tűnnek elő. Talán leginkább Hollósi Simon Rákóczi indulója jut eszembe a kép láttán, ahol a múlt hasonlóan ködbe burkolózva, bizonyos részeket elrejtve, elfedve újraértelmezésre vár. És míg Hollósinál a figurák, az alakok, a történelmi szereplők azok, akik megpróbálnak a mi jelenünkbe áttörni, Lakner ezen képén inkább mi próbálunk eljutni a múltba, és felfejteni azokat a jelentésrétegeket, azokat a jeleket és szimbólumokat, amelyekre rárakódott a történelem vérzivataros évszázadainak ezernyi karcolása. A halotti beszéd szövegéhez való visszatérés, az emigrációból tekinthető egy olyan gesztusnak is, amelyben a művész a gyökereit, a kötődéseit és a múltját keresve próbálja magát megtartani. A nagy szürke és barna, majdhogy nem monokróm színfelületek, informel gesztusainak ellenpárja,
az a minimalista vörös vászon, ahol egy viszonylag szabályos raszterben jelennek meg a számok, sokkal személytelenebb hatást keltve, mint a másik képen. Mint egy adathalmaz sorjáznak egymás után a számok, mint hogyha a kompjúter valamifajta kódot szeretett volna velünk közölni, csak közben elvesztettük a megfejtés kulcsát. A két kép ellentét párja egymásnak, mind színhasználatában, mind rendszerében, kompozíciójában, mind a használt jelrendszer különbségében. Az 1974 óta Németországban élő és alkotó Lackner László egyike volt azoknak a fiatal művészeknek, akik az 50-es években Csernus tanítványaiként a szürnaturalizmussal robbantották szét a hazai képzőművészeti életet, majd a pop art egy sajátosan kelet-európai, főként a politikai rendszer visszásságaira reflektáló nagyméretű vásznaival vált ismerté. Az 1977-es születésű Szőlősi Géza legfiatalabb alkotóként van jelen a top 10 kiállításon, mégis külön termet kapott, amelyet nem csak kiállító térként, hanem gyakorlatilag egy teljesen helyspecifikus installatív térként felhasználva rendezett be. Pálffy György taxidermiájának látványtervezőjeként is híressé vált Szőlősi, igazi fenegyerek a budapesti művészeti szcénában, hiszen egy olyan horrorvilágot, egy olyan embertelen, elembertelenített világot jelenít meg szobraiban, installációiban, amely leginkább a poszthumán jelzővel illethető. Gondolok itt arra a filozófiai irányzatra, ami a posztmodern után jelent meg az eszmetörténetben, és amelynek legfőbb mondani valója az az, hogy az antropocentrikus, humanisztikus filozófia, illetve világkép már nem tartható, hiszen a gépek, a mesterséges intelligencia, a biológia kutatása, a DNS szekvenciákhoz való hozzányúlás révén egészen új kérdések, új etikai és új fenomenológiai kérdések merülnek föl, amelyeket a korábbi gondolati struktúrákkal már nehéz megválaszolni. A poszthumanizmus a science fiction irodalomban, a filmművészetben és a képzőművészetben is hosszú évtizedek óta felbukkanó gondolat, ahol az intelligens robotok, az androidok, illetve a mesterséges intelligencia veszi át az irányítást, a hatalmat és az elsőbséget a Földön. Szőlősi kitin transformerei olyan sajátságos hibrid lények, akikben egyszerre van jelen az emberi vonás, a gépek és robotok felépítése, valamint az állatvilág a rovarok képében, hiszen maguk a robotok is kitin páncélból, illetve különböző távol-keleti rovarok egyes részeiből vannak összeépítve. A szobrok történetéhez az is hozzátartozik, hogy Szőlősi Géza gyerekként a 80-as években azt élte meg, hogy a blockbuster filmekhez tartozó játékok, amelyek a nyugati gyerekek számára könnyen elérhetőek voltak, a vasfüggönyön innen szinte elérhetetlenek. A kitin transformerek tehát egy gyerekkori álom megvalósításai is egyben, ahol a felnőtt Szőlősi újra gyermekként a világhálón kutatva és a globalizált világ lehetőségeit kihasználva rendeli meg a kitineket távol-keleti webáruházak oldalain, majd a megérkezett kitinekből építi össze ezeket az egyébként humanoid robotokat. Ez azonban mind nem elég Szőlősinek, hiszen az így elkészült robotokat műgyantába öntve egyfajta időkapszulát képez, amely egy elképzelt jövő múzeumában egy vitrínben kap majd helyet. Ebben a múzeumban tehetünk sétát egyfajta időutazásként, amikor visszapillantunk majd azokra az időkre, amikor a Földet előzönlötték az antropomorf bogarak. Szőlősi Géza múzeumi vitrinek alá helyezett kreatúrái, teremtményei nyugtalansággal töltenek el bennünket, mert kifejeződik bennük az ember rovarszerűsége, és múlandó volt a egyaránt, hiszen kinek ne jutna eszébe a rovarok láttán elmúlásunk, testünk rothadása, amikor majd rovarok és férgek martalékává leszünk a Föld alatt. A művek olvasata ennél mindazonáltal sokkal-sokkal komplexebb, hiszen olyan kérdéseket vetnek föl, mint a popkultúra és a magas művészet kapcsolata, a szépség, az esztétikum és az embertelen házassága, valamint korunk önképe egy elképzelt jövő tükrében. A művész szobrai tudatosan is csatlakoznak a magyar képzőművészet hagyományaihoz,
hiszen felismerhetőek bennük Pajzs László műgyanta szobrai, amelyek szintén az elmúlással, a múlt értelmezésével és egy lehetséges jövőképével foglalkoztak. Thank you.